Bátaszék polgármestere a testület elmúlt 5 évben lefolytatott számottevő munkáját adatokban is meghatározta. 112 testületülést tartottunk, 1202 előterjesztést tárgyalt meg a képviselőtestület, illetve tárgyaltak meg a bizottságok, 1573 határozatot hoztunk és 123 rendeletet. Tehát számokban és statisztikában is látszik, hogy egy igen mozgalmas 5 esztendő van mögöttünk. Az 5 esztendő munkáját sok minden nehezítette. Ebben az 5 esztendőben találkoztunk, és meg kellett küzdeni a Covid okozta helyzettel, egy igen magas és nagyon hirtelen energiáremeléssel, európai rekordnak számító inflációval, de mindezen nehézségek ellenére azt gondolom, hogy az elmúlt 5 esztendő az egy sikeres 5 esztendő volt. Az önkormányzat működését ebben az időszakban is stabilan tudtuk tartani, gazdálkodásunk, pénzügyi helyzetünk kiegyensúlyozott volt. Az oktatási intézmények előző nevelési évvel kapcsolatos beszámolóikat is megtárgyalták az ülésen. Az óvodai csoportokkal kapcsolatban a jövőre tekintve tervben van egy kis átalakítás. Visszatérünk a régi időszak nevelési rendszeréhez, nevezetesen, hogy most már a nagycsoportosokat önállóan egy csoportba szerveztük, annak érdekében, hogy az iskolai életmódra való felkészítésük az minél hatékonyabb legyen, minél több információval, készséggel tudjanak rendelkezni a gyerekek ahhoz, hogy az iskolában el tudják kezdeni az életpályájukat. Meghallgattuk a beszámolót, illetve ismertették az óvoda, bocsánat, az általános iskolának a beszámolóját is. Igazgatóhelyettes asszonnyal hosszan kiveséztük az elmúlt év tapasztalatait, beszéltünk a hiányzásokról és annak okairól, beszéltünk a fegyelmezési kérdésekről, és hát tájékoztatást kaptunk a sláger témáról, hogy a telefonok, mobiltelefonok használata az hogyan zajlik az oktatási intézményben. Valamint a második Géza gimnázium beszámolóját is megvizsgálták. A testület úgy véli, jó kezekben vannak a diákok, és a megfelelő tudásanyagot kapják az intézményben. Ezen kívül egy kimagasló, tehetségű sportolónak a támogatásáról is döntöttek. A Bátaszéki Sportegyesület kérelme fordult az önkormányzathoz annak érdekében, hogy igen tehetséges fiatal karatékát, Hefner Zsófitnak a felkészülését támogassa a város, hiszen néhány hét múlva egy világbajnokságon képviseli nem csak Bátaszéket, hanem Magyarországot. A képviselőtestület teljes egyértelműen úgy döntött, hogy a támogatást biztosítja, hiszen számunkra is nagyon fontos, hogy a tehetséges fiataljaink el tudjanak jutni egy ilyen rangos versenyre, és Magyarország mellett Bátaszék hírnevét is tudják öregbíteni. Tárgyaltak még a Borza Hungarika 2025. évi ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról. Ugyan még nem írták ki a pályázatot, de a város felkészült arra, hogyha ez megjelenik, akkor a belépési szándékukat jelezni fogják, hiszen a település fontosnak tartja a diákok tanulási folyamatának a támogatását.